Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora október 9-én hétfőn. Szinte már minden családban van áldozata az egyre terjedő online csalásoknak. Erről is beszélgetünk ma este, nézzük a kínálatot. Bővítés. Növeli gyártókapacitását a vásárosnoményi Swisscrono. Online csalás. Egyre nagyobb méreteket ölt a digitális bűnözés. Szemünk fénye. Súlyos gyermekbetegségekről tartottak konferenciát. Bővíti gyártókapacitását a Swisscrono Kft. Vásárosnaményban. A cég új rétegelt lemezeket gyártó csarnokot épít telephelyén. A tervek szerint egy év múlva indulhat el a termelés a Beregi városban. A vásárosnaményi beruházás 9 milliárd forintból épül meg, amelyhez a kormány 1 milliárd forint támogatást nyújt. A bővítésről szóló budapesti bejelentésen Kerecsen József járt. Újra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei beruházás kapcsán érkezett Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminisztérium sajtótermébe. A vásárosnaményben működő svájci építőipari vállalat a Swisscrono Kft. Bővíti gyártó kapacitását a következő egy év során. A mintegy 160 munkavállalót alkalmazó cég OSB lapok gyártásával foglalkozik. Filip Sándor polgármester a fővárosi sajtótájékoztatón arról beszélt, a városban több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza az ágazat. A Swisscrono jogelődje azonban a 2008-ban bekövetkezett gazdasági világválságot követően kivonult a településről. Ezt az űrt évekkel később sikerült pótolni a svájci cég betelepülésével, amely azóta is szerves része Vásárosnamény gazdasági és társadalmi életének. Óriási jelentőséggel bír az, hogy a Swisscrono gyár tovább fejlődik, hiszen tudjuk azt, hogy az OSB lapgyártás után egy új profillal indulhat, hiszen a réteget lemez gyártásában egy olyan rendszer épül föl és épül ki, remélhetőleg 2024. szeptemberétől, amely mintegy 60-90 embernek ad majd munkát. De azt is tudjuk, hogy a jelenlegi 160 fő, aki itt dolgozik a térségben, egy stabil munkahelyet kapott az elmúlt időszakban, hiszen nem volt ez mindig így, ahogy többször említettem, már 2010-ben bezárt a gyár és áthelyezte a termelést Ukrajnába, aztán az első sajnálatos orosz-ukrán konfliktus kapcsán 2015-ben visszakerült hozzánk az alapkőtételt követően egy teljesen új alapokra épített gyár, amely az OSB lapgyártással folytatta a tevékenységét, nagyon sok dolgozót vissza tudtak hívni a rendszerükbe, és ahogy érzékelhetjük és hallhatjuk, a gyár tovább fejlődik. A társadalmi szerepvállása óriási ennek a gyárnak, hiszen tudjuk azt, hogy bekapcsolódnak a város mindennapjaiba, ott vannak a rendezvényeinken, a városnapokon, az adventi programokban, és ott vannak minden olyan eseményen, ami a sporttal kapcsolatos, végre ezt is elértük. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy a Vásárosnemény a Bereg szíve, az a központ, amely autóbusszal, vonattal jól megközelíthető, és abban is segített nekünk a gyár, hogy több helyen a város központban és az Ilki úton is autóbusz megállókat épített. Szoros és jó az együttműködés a gyárral, bízom abban, hogy ez a mai bejelentés, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tett, a gyár tovább fejlődik és tovább halad azon az úton, amely kapcsán még stabilabbá teszi városunk gazdálkodását, hiszen nem menjünk el amellett, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor mi Vásárosnaményban az iparozási adó mértékét csökkenteni tudtuk, és ezáltal mégis magasabb iparozási adóbevételre tettünk szert. Egy szoros és profitáló együttműködés ez mindenki megelégedésére. A Swisscrono az elmúlt években rendszeresen bővítette faipari gyártókapacitását, mostani fejlesztésével új szintre lép, rétegelt lemezlapok előállítását kezdi meg egy új üzemben, ezzel 90 új munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a kormány továbbra is kitart amellett, hogy a beruházások ösztönzésével tartja növekedésben az ország gazdaságát, ezért támogatták a svájci vállalat fejlesztését is. Az elmúlt alig több mint 3 évben kétszer is újra kellett tervezni minden egyes kilátásunkat. Kétszer is feje tetejére állt a világgazdaság. Mégis a magyar gazdaság nem csak túlélte ezt az elmúlt három és fél esztendőt, hanem még jól is tudott teljesíteni a világgazdasági turbulenciák kellős közepén. És ennek egyik oka az, hogy még a rendkívüli nehézségek sem tudtak minket letéríteni arról a gazdaság stratégiáról, amelyet 2010-ben határoztunk el, hogy itt Magyarországon egy munkaalapú gazdaságot működtessünk, egy olyan gazdaságot, ahol megéri többet dolgozni és megéri többet beruházni.
Ugye nagy volt a kísértés, a Covid és a háború nyomán előállt világgazdasági válságok közepette is, hogy inkább a szociális kiadásokra fordítsuk a pénzügyi erőforrásainkat. Azonban az álláspontunk világos volt, nem adjuk föl a beruházások ösztönzésére irányuló gazdaság stratégiánkat, és így el tudtuk érni azt, hogy azon nagyon kevesek közé tartozunk a világon, azon kevés országok közé tartozunk a világon, ahol többen dolgoztak a Covid után, mint a Covid előtt. Nos, Magyarország, a magyar gazdaság jól teljesít, de sajnos nem tudjuk teljes mértékben függetleníteni magunkat az Európában kialakult drámai versenyképességi visszaeséstől. A korábban Európában működő növekedési modell az gyakorlatilag véget ért, hiszen a fejlett nyugat-európai technológiák és a könnyen elérhető keleti nyersanyagok kombinációjára épülő gazdaság stratégia időszakának vége. Egyelőre nem világos, hogy mi lesz helyette. Egyelőre csak azt látjuk, hogy az Európai Unió gazdasági versenyképessége folyamatosan csúszik vissza. Ezt mi itt Magyarországon úgy tudjuk kivédeni, hogy folyamatosan hozzuk Magyarországra azokat a nagy vállalati beruházásokat, amelyek egyrészt segítenek a magyar gazdaságot növekedési pályán tartani, másrészt pedig megvédik a magyarországi munkahelyeket. A stratégiához való ragaszkodásunk egyik eredménye lett az, hogy 2022 a világgazdaság fekete éve a magyar gazdaság történet legsikeresebb évének bizonyult, amikor is a magyar gazdaság egyszerre tudta megdönteni a beruházási, az export és a foglalkoztatási rekordot. Ezek után még jobb hír, hogy a most rendelkezésre álló adatok szerint 2023-ban is megdől mind a három rekord, így a tavalyi 6,5 milliárd eurós beruházási rekordot idén megduplázzuk. Az export az első hét havi adatok szerint egyelőre 10%-os növekedést mutat a tavalyi rekordhoz képest, a kormány által támogatott beruházások pedig az első fél évben 50%-kal több munkahelyet hoztak létre, mint a tavalyi esztendőben. Így tehát az a tervünk, az a nagy tervünk, hogy az idei évben, miután leépítettük az inflációt, jövőre újra építjük a gazdasági növekedést, az továbbra is reális. Mindennek az alapja azonban a beruházások, mert a beruházások hoznak létre munkahelyet, a munkahelyeken jön létre a teljesítmény, és aztán abból lesz export. Így tehát jó hír, hogy a svájci Swisscrono most úgy döntött, hogy egy újabb rétegelt lemezgyártó üzemet hoz létre Vásárosnaményban. Ez egy 9 milliárd forintos beruházás, amelyhez a magyar kormány 1 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít, részben azért, mert 90 új munkahely jön létre, részben pedig azért, mert itt most egy a komplett vállalatcsoport szintjén új innovatív termék bevezetésére kerül sor, hiszen rétegelt lemezt a Swisscrono még sehol nem gyártott, ez lesz az első ilyen gyártási helyszín. Ráadásul évente mindjárt 17 ezer köbméternyi terméket állítanak elő, amelynek 80%-át exportra, tehát a külpiacokra fogják termelni. Ráadásul azzal, hogy az építőipar Európában is kezd talán végre magára találni, így borítékolható, hogy a Vásárosnaményban előállított rétegelt lemez, amely az eddigi fűrészáruknál nagyobb szilárdságot biztosít az építőipar számára, komoly piacokra fog szertenni a következő hónapokban. Azt is szeretném önöknek elmondani, hogy ezt a beruházást egy nemzetközi verseny keretében nyertük el, hiszen a Swisscrono más telephelyeire is vihette volna ezt a beruházást, a döntés végül mégis Magyarországra esett. Jó hír az is, hogy ez a beruházás még szorosabbra fűzi a magyar-svájci gazdasági együttműködés szöveteit. A svájci beruházók adják a 11. legnagyobb beruházói közösséget itt Magyarországon. Van majdnem 1000 svájci bejegyzésű vállalat itt hazánkban, akik összesen 31 000 magyar embernek adnak munkát.
Az, hogy a svájci vállalatok működése egyre inkább kiterjed Magyarországon, azt visszaigazolja az a tény is, hogy tavaly jelentős mértékben nőtt a kereskedelmi forgalmunk Svájccal, és meg is haladta a 2 milliárd eurót. A Swiss Krono fontos szereplője a magyar faiparnak, amely összesen 12 ezer embernek ad munkát, és a Swiss Krono magyarországi teljesítményének folyamatos növelése, a vállalat folyamatos beruházásai nagy mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar faipar a tavalyi esztendőben 30%-os teljesítménynövekedést tudott mutatni, és a termelési értéke megközelítette a 600 milliárd forintot, amire korábban még soha nem volt példa. A rétegelt lemezlapok gyártása a tervek szerint 2024 őszén kezdődhet meg a svájci vállalat Vásárosnaményi telephelyén. Talán nincs már olyan család, amelyben valaki ne esett volna áldozatul az egyre terjedő online csalásnak, telefonon, e-mailben, eladóként vagy vevőként. A legkülönbözőbb formában próbálják csalók ellopni pénzünket és értékeinket. Erről beszélgetünk Kovács Attila rendőr alezredessel, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetőjével. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Beszélgettünk már erről talán egy fél évvel ezelőtt, és azt gondolná az ember, hogy akkor nem tudunk valami újat kitalálni, de nem. Erről megint szükség van beszélni, mert megint egyre inkább terjed ez a típusú bűncselekmény, az online csalás. A Vármegyében milyen típusúokkal találkoznak a munkatársai? Napi szinten vannak ilyen bűncselekmények sajnos, szerte az országban, szerte a világban, és a mi Vármegyénk sem más ebből a szempontból. Jellemző módon az online csalások, ha arról beszélünk, akkor az online áruvásárlás, ami elsődlegesen szóba jöhet, amikor valaki valamit szeretne vásárolni, és általában nem egy hivatalos áruházi weboldal, hanem magánszemélytől online piactéren. Egy termék, ami meglepően olcsón, mondjuk egy mobiltelefon, amit meg lehet tenni meglepően olcsón, és az áruvásárlás úgy történik ilyenkor, hogy sajnos sokszor megadják a saját bankszámlaszámukat, bankkártyaszámukat, jelszavaikat, más egyéb pénzügyi szenzitív adataikat, és entrében hozzáférnek a folyószámlához, illetve a bankkártyához, és akkor így történik az eltulajdonítás. Ez a fő csapás irány, az egyik. A másik pedig az úgynevezett banki csalások esete, amikor felhívnak valakit azzal az ürüggyel, hogy valami gyanús tranzakciót érzékeltek a folyószámláján, de hogy most azonnal meg tudják állítani ezt a problémát, és orvosolni tudják, átverők egyébként, akik banki ügyintézőnek adják ki magukat, és azt mondják, hogy akkor telepítsen le egy szoftvert, vagy kapcsolnak egy másik ügyintézőt, aki majd segít abban, hogy ez a tranzakció meghiúsuljon. És akkor ilyenkor ugyanarról szól a történet, ha letelepítik a szoftvert egy mobiltelefonra mondjuk, akkor hozzáférnek a folyószámla adataihoz, jelszavakhoz, innentől kezdve bármit lehet ezzel, hiszen felette megszerzik a rendelkezési jogot, illetve hogyha a telefonon megadja az áll ügyintézőnek a folyószámla adatait, személyes adatait, jelszavakat, más pénzügyi adatokat, akkor szintén rendelkeznek felette, és gyakorlatilag bármit csinálhatnak ezzel a folyószámlával. Hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, tehát ő maga mindenféle kényszer nélkül mondhatni, megadja ezeket az adatokat, akkor nagyon nehéz gondolom a nyomozóhatóságnak a dolga, hogy az hogyan lehet felderíteni ezt az ügyet, igaz? Ez egy borzasztóan nehéz dolog, hiszen ha belegondolunk abba, hogy korábban ugye mondjuk a betörés és lopás volt az egyik legnagyobb probléma, ott ha elfogtuk az elkövetőt, akkor általában meg is volt az eltulajdonított érték, legyen az aranyékszer, vagy porcelán, vagy akár készpénz, és az könnyű volt visszaadni a tulajdonosnak. Itt azonban egy vagy több folyószámlára kerül a pénz átutalásra, ami aztán még tovább megy, gyakorlatilag a kármegtérítés ezekben az esetekben ezért szinte lehetetlen, és ezért nagyon fájdalmas ez mindenkinek, a rendőrségnek is, hiszen van egy ilyen mutató, ami pont arról szól, hogy mekkora a kármegtérítési mutatója a rendőrségnek, és hát nyilván a sértetteknek, hiszen ezt a pénzt általában nem fogják visszakapni. Ugye az is előfordulhat, hogyha maga a bűncselekmény mondjuk ebben a vármegyében történik, vagy itt lakik az áldozat, de az elkövető meg nem is ebben az országban lakik, hanem valamelyik másik országban, akár a világ másik végén, csak mondjuk tud magyarul. Itt együtt kell működni a más országok hatóságaival, és hogy gondolom, itt sokkal nehezebb a felderítés. Igen, ez nagyon nehéz, nyilván ezeknek az ilyen típusú bűncselekménynek az együttműködés nélkül nem lehet eredményt elérni, hiszen a magyar rendőrség együttműködik mindenkivel az érdekében, illetve azt el kell mondanom, hogy nemrég állt fel a rendőrségen belül külön egy ilyen részleg, akik ezzel a ilyen típusú bűncselekményekkel foglalkoznak, valóban együtt kell működni, valóban nagyon nehéz tényleges eredményt elérni. Ez egy személytelen bűncselekmény,
bűncselekmény kategória, itt arc nélkül lehet a számítógép másik végén, akár egy másik földrészen, vagy az ország másik részén, teljesen mindegy, amit esetleg nem vállalna fel, vagy nem merre megtenni bűncselekményt, elkövetni, azt így arc nélkül sokan elkövetik sajnos. Van esetleg arra tapasztalat, statisztika, hogy melyik életkorban vannak az áldozatok? Tehát jellemzően még az, hogy csak idősek, vagy csak nagyon fiatalok, bár mondjuk ők meg nem rendelkeznek saját pénzzel. Én inkább azt mondanám, hogy vannak különböző kategóriák, nyilván a fiatalok esetében az internet, a zaklatás, a cyberbullying, ami szóba jöhet, ami teljesen más dolog, ott nem feltétlenül az anyagi haszonszerzés van előtérben, hanem inkább a bántás, a zsarolás, a kellemetlen helyzetbe hozása a másiknak. A felnőtt korosztálynál ott már az online csalások, amelyek előtérben kerülnek. Az idősebb generációnál szintén a pénzügyi jellegű bűncselekmények, de igazából nem lehet különbséget tenni, hiszen azt lehet mondani, az elmúlt időszakban mindenki online ügyintéz, mindenki fent van az interneten, a közösségi médiát nagyon-nagyon sokan használják, az idősek közül is, így gyakorlatilag mindenkinek figyelni kell, és azt tényleg tudatosítani kell mindenkiben, hogy nagyon jó dolog az internet, de megfelelő keretek között kell használni. Hogyha valakit ilyen veszteség kár ér, akkor azonnal a rendőrséghez kell igaz fordulni. Mennyire jellemző ez, mert sokan úgy vannak vele gondolni, hogy inkább szégyellik, hogy mennyire nem volt eszem, és akkor inkább nem verem nagy dobra, nem megyek el a rendőrségre. Valóban így van egyfajta szégyenérzet, bár azt gondolom, a szégyenérzetet felülírja sokszor az anyagi veszteség, tehát azért egy több millió forintos csalás áldozata azért már nem annyira szemérmes. Ettől függetlenül azt gondolom, be kell jelenteni a rendőrségen, most nem beszélek magunk ellen, hiszen nehéz ezekben az ügyekben nyomozni, de nyilvánvalóan akkor tudunk csak eljárni, hogyha tudomásunk van róla. Azért az áruvásárlás esetében más a helyzet. Nyilván a banki átutalásoknak a folyamata miatt is sokkal nehezebb mint elérni, de ettől függetlenül tegyen mindenki bejelentést. Akik ilyen típusú bűncselekményt követnek el, ők mindenképpen ebből akarnak élni, tehát sorozatjelleget fognak megvalósítani, és addig fogják csinálni, ameddig a rendőrség el nem fogja őket. Hogyha valaki áldozatául esik, akkor milyen adatokra van szüksége ahhoz, hogy a rendőrség egyáltalán el tudjon indulni? Ezt a rendőrség be tudja digitálisan szerezni ezeket az adatokat, vagy jó, hogyha megvan az a telefonszám, amelyen hívtak, hogy működik ez, mit csinálja? Ez többfajta történet, van ebben operatív jelleg, van benne olyan háttér dolog, amit megmondom, hogy én sem tudnék elmondani, mert nem vagyok kibernyomozó. Nyilván a klasszikus adatokra, a folyószáma száma, az, hogy milyen telefonszámról hívták, mikor hívták, miket adott meg, ezekre szükség van a rendőrségnek, de egyébként rengeteg más eszköz van, amivel lehet eredményt elérni. Nyilván, hogyha telefonról hívták, akkor abba is el tudunk indulni. Tehát egy összetett dolog. A sérleteknek nem ez lesz a problémája, hogy tehát ezeket megoldjuk, hogy amit kell, be tudunk szerezni hozzá mindent. A gyorsaság itt is számít, mint hogyha egy valódi bűncselekmény lett volna? Tehát van forró nyom a digitális világban? Van persze forró nyom, nyilván minél hamarabb kell eljárni, ez minden bűncselekményre jellemző. Sőt, hogyha olyan jellegű, hogy éppen folyamatban a bűncselekmény, és esetleg a ügyfél vagy a sértett észreveszi, hogy valami nem oké, úgymond, akkor ha a saját bankja felé jelzi időben, akár még le is lehet tiltani, hiszen azért sokszor nem egyszerre történnek az utalások, hanem több folyamat van, tehát meg lehet akasztani, mindenféleképpen kell segítséget kérni minél hamarabb. A bankokkal is vannak kapcsolatai a rendőrségnek? Mert én gyakran hallom olyat, hogy a banknak is van biztonsági szolgálata, akár online is, és ők is tudják érezni, észlelik, hogyha valamilyen probléma történt. Nyilván a bankok óriási fejlesztést végeztek a saját területükön, véghez az elmúlt időszakban, de azt kell mondani, hogy a rendőrség karöltve történik minden, a Cyberpunch nevű internetes felület, ez egy nagyon jó kezdeményezés a bankszektor és a rendőrség között, hogy közösen próbálunk együtt eredményt elérni. Szorosan működünk együtt, nyilván, ha banki adatról van szó, akkor megkeressük őket, úgyhogy hát csak együtt lehet sikert elérni ezen a területen is. Azt hallom, hogy most már nem csak akkor van esetleg ilyen károkozás, hogyha valakit fölhívnak tetszőlegesen, vagy esetleg szeretne valamit vásárolni, és úgy károsítják meg, hanem már, hogyha elad, akkor is képesek ezt észlelni. Különböző felületekre specializálódnak ezek a bűncsoportok, vagy hogy történik ez? Tehát, hogyha valaki elad, és akkor is meg tudják károsítani, pedig ő akarja a pénzt, és valami áruért megkapni. A legfontosabb dolog az, hogy a saját banki adatainkat, ez folyószámla, bankkártya, adatok, jelszavainkat soha ne adjuk meg. Onnantól kezdve, hogy hiába mi akarunk eladni, de valamilyen fedő történettel előáll a vásárló, a feltételezett vásárló, hogy neki ahhoz, hogy meg tudja venni, szüksége lenne az én folyószámla számomra, vagy az én bankkártya adataimra, vagy az én hitelkártya adataimra. Ha ezt megadjuk, és nyilván hozzá megadjuk a jelszavakat, akkor nyilvánvalóan arról szól a történet, hogy meg fogják majd leveszik a pénzt a számlánkról. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy ilyen szenzitív adatokat senkinek ne adjunk ki, inkább
bármilyen élethelyzetről is beszélünk, inkább szakítsuk meg a telefonhívást, inkább mondjuk azt, hogy jó, rendben van, én szeretnék bemenni a saját fiókomhoz, ahol megbeszélem majd az ügyintézővel. Tehát ez a sürgető jelleg, ez mindig jellemző egyébként az elkövetői körre, de a legfontosabb az, hogy mindig van idő gondolkodni. Semmi nem történik akkor, hogyha mondjuk ne adj Isten, egy ténylegesen hivatalos ügyintézővel beszélünk, és mégis nekünk vannak kétségeink, senkit nem fog a bank ezért felelősségre vonni, hogy mondjuk aznak nem tudják elintézni, csak másnap, mert személyesen bemegy, de tényleg körültekintően kell eljárni, és ezek az adatokat, amit ön is mondott, ha ezeket nem adjuk meg, akkor nem lehet senki sem károsult. Ugye azért veszélyes ez, mert általában egy sima online fizetésnél is, ugye, hogyha mondjuk olyan felületen fizetünk, amelyet ismerünk jól, bármilyen, most nem akar egyet sem reklámozni, ott is bizonyos dolgot meg kell adni ahhoz, hogy ez átmenjen a pénz. Nyilván gondolom, hogy erre utaznak ezek a tettesek. Természetesen erről szól, ki akarják csalni az adatainkat, nem a klasszikus felületet akarják használhatni velünk, hanem az általuk kreáltat, vagy az ő applikációjukat szeretnék használhatni velünk, de a legfontosabb dolog, még egyszer mondom, hogy összességében bármilyen ilyen típusú bűncselekményre beszélünk, ami vagyon elleni az online térben, itt mindig a mi adatainkat szeretnék megszerezni, ha ezeket megadjuk, akkor ki vagyunk szolgáltatva, ha nem, akkor megvan a védelem. És ilyenkor is megáll a bűncselekmény, hogyha mi gyakorlatilag azzal, hogy megadtunk mindent, hozzájárultunk ahhoz, hogy ő bármit csináljon az adatainkkal, vagy azért itt a károsítás megtörténik? Hát megtörténik mindenféleképpen, tehát hogyha most függetlenül attól, hogy mi közben járunk ebbe, de megtévesztettek, ugye magatartási része az, hogy minket tévedésbe ejtenek, tehát semmiképp sem a sértettet teszi felelőssé a büntetőjog. Nyilván egy sértetti közrelatás van, a bűncselekmény megvalósul, ezért fontos az, hogy a sértetnek helyén legyen az esze az ilyen típusú esetekben. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és szerintem fogunk még ebben a témában máskor is beszélgetni. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. Egyre gyakoribb, hogy gyermekeink ilyen-olyan ételallergiával küzdenek, ami különleges figyelmet követel nem csak a családban, de az óvodában vagy az iskolában is. A gyermek gasztroenterológia legfontosabb kérdéseiről tanácskoztak 3 napon át Nyíregyházán. Vendégünk dr. Guti Ildikó gyermekgyógyász, gasztroenterológus. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Jó estét kívánok, nagyon szívesen. Ugye, hogyha mostanában még a hírekben is lehet olvasni olyasmik, olyan rémtörténeteket, hogy egy gyermek mondjuk anafilaxiás sokkot kapott valamitől, amit a iskolában vagy óvodában fogyasztott, erre érdemes odafigyelni. Hogyha lebontjuk róla a hírre rakódó általános rémkeltést, mit kell tudni, mennyire jellemző az, hogy ilyen veszélyeknek vannak gyermekeink kitéve, és mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt is ilyen volt, vagy kevesebb hír szólt erről, vagy valamit változtak a gyermekeink azóta? Azt gondolom, hogy mind a kettő igaz, kevesebb hír szólt róla, és kevesebb ilyen beteg volt, de akkor is volt. Nincs minden nap anafilaxiás reakció, és nem úgy kell ezt elképzelni, hogy a gyerek életében egyszer eszik egy ételt, és akkor már attól anafilaxiás reakciót kap, és akár fatális kimenetelő is lehet. Nagyon divatos ma az ételallergia megnevezés mindenkinek, gyereknek, felnőttnek. Ha van egy bőrkiütése, ha van egy köhögése, ha van egy hasmenése, akkor mindenki arra gondol, hogy táplálékallergiája van. Ez gyerekkorban jól vizsgálható, egy éves kor felett. Erre vannak laboratóriumi vizsgáló módszerek, illetve nagyon fontos, hogy a laborvizsgálat az csak egy adat a táplálékallergiához, ilyenkor a terhelés és a megvonás, ami igazából bizonyíték ereje van a táplálékallergia kivizsgálásában. Kezdetben nagyon fontos, hogy gyerekkorban és felnőttkorban is az anafilaxiát okozó táplálékallergia, most szakmát fogok mondani, IgE mediált mechanizmus alapján történik, ezért azoknak a vizsgáló módszereknek, amiket nagyon elterjedtek, ilyen ételintolerancia tesztek, különböző food tesztek, táplálékallergia vizsgálatok, amit a szülők sokszor már elvégeztetnek, mielőtt a szakemberhez jönnek, ez nem használható a gyerekgyógyászatban. Tehát én azt kérem a szülőktől, hogyha arra van gyanú, hogy úgy gondolják, hogy a gyermeküknek táplálékallergiája van, akkor először a házi orvossal beszéljenek, utána pedig a megfelelő szakemberhez kell menni, és ő el fogja mondani, hogy milyen vizsgálatokra van szükség. Van olyan tipikus jel, amire érdemes a szülőknek odafigyelni, tehát a bőr, ahogy említette, vagy a hányás, melyek azok, amire oda kell figyelni? Ez életkori sajátosság.
más egy csecsemőnél, más egy nagyobb gyereknél. Nyilván, hogyha valaki nem jól fejlődik a megfelelő táplálkozás mellett, akkor ez felhívhatja a figyelmet arra, hogy vizsgáljuk az irányba is, hogy táplálékallergiája van. Ha valakinek visszatérő légúti betegségei vannak, vagy indokolatlan hányásai, ezek állhatnak a táplálékallergia hátterében, de akár egy nagyon csúnya ekcémás bőr is, bár ez a sokszor az első bőrtünetre a szülők elkezdik a diétát. Az is fontos, hogy a szakorvosi konzultáció előtt ne kezdjék el diétáztatni a gyereket, mert akkor egyébként is nehéz diagnózis felállítása még nehezebb lesz. Nyilván a szülőben megfordul az is, hogy én nem tudom a tejet inni, akkor biztos a gyereknek is ez lehet a problémája. Tehát ez örökölhető, ez az érzékenység, vagy ez mindenkinél egyénenként változó? Nagyon köszönöm szépen, hogy ezt feltette ezt a kérdést, mert sok keverünk kettő dolgot. Van egy, a tejcukor felszívódási zavar, a laktóz malabszorpció, ami egy genetikusan kódolt intolerancia. A normál populáció közel 80%-a fiatal felnőtt korára elveszíti a tejcukrot bontó enzimnek a működő képességét, és ezért általában a felnőtt férfiak azt mondják, hogy ha én megiszok egy pohár tejet, akkor óriási hasgörcsöm van, és nagyon rosszul vagyok tőle, és megy a hasam. Ez a tejnek a cukoralkotójától van, amit ma már vannak tabletták, amit ha beveszünk a tejhez, vagy vannak ma már laktózmentes tejtermékek, ha ezt fogyasztja, megihatja a tejet. A másik az a tejfehérje allergia, amikor a tejnek a fehérje molekuláját ismeri a szervezet fel idegennek, és ez ellen termel ellenanyagokat, és így alakul ki a tejfehérje allergia. Konferencia háromnapos volt, rengeteg témát érintett, nem csak ezt az egyet, amelyről most mi beszélgetünk. Melyek most a legfontosabb trendek, újdonságok ebben a tudományágban, amelyről esetleg szó esett? Hát nagyon sok mindenről szó esett ez alatt a három nap alatt. Ez inkább a mostani kongresszusunk inkább a sürgősségi ellátásra vonatkozott. Ezen belül a májbetegségek sürgősségi ellátása, mi az, amikor sürgősen, akár éjszaka is be kell jönni a gyerek sürgősségére, mi az, ami még várhat. Beszélgettünk a gyulladásos bélbetegségekről, de volt képalkotó diagnosztika, és volt genetikai szekció is. Mennyire jellemző az, hogy ilyen betegségben szenvednek gyermekek? Arra gondolok, hogy az étel, amit megeszünk, az egészen más, mint amit mondjuk 30 éve lettünk gyerekként, és gondolom, hogy ez fokozza a betegek számát, növeli. Hát nyilván a házi orvosi rendelőben leggyakrabban a betegek köhögéssel, orrfolyással és hasfájással, hányással vagy hasmenéssel jelennek meg. Nyilván a mai megváltozott étrendünk is befolyásolják a gasztroenterológiai betegségeket. Ezeknek a száma megnövekedett, hogy ez azért van, mert ma már jobb a diagnosztikus technikánk, vagy és jobban figyelünk oda. Nyilván az egyik része ez, a másik pedig, hogy az élelmiszerrel bevitt káros anyagok azért a felszívó felületet azt bántják. Tudna tanácsot adni, hogy a gyermekekre hogyan figyeljünk oda, hogyha nem betegek, de hogy ne is legyenek, se legyen semmi probléma, milyen étrendet javasol esetleg, mi az, amire a szülő odafigyelhet, ha tud? Hát, nyilván vannak dolgok, amiket szoktunk javasolni, például a cukros üdítők, a cukros ételek fogyasztásának a kerülése, és egy egészséges táplálkozás, ami tartalmaz zöldséget, húst és tejterméket is, mert én azt látom, hogy ma Magyarországon a tejet azt közellenségnek kiáltotta ki mindenki, és ha valaki egyet köhög, vagy folyik az orra, az mindenki tejallergiás. Pedig a tejre szükségünk van, az abban lévő kalciumra, ami a csontokba legkönnyebben a tejtermékekből tud beépülni, és az idősebb korban a csont állapotára ez nagyon nagy hatással van. Tehát mindenféleképpen a gyerekek fogyasszanak egészséges élelmiszereket, és én személy szerint nem nagyon szeretem a gyors éttermeknek az étlapját, de egyszer-egyszer ez is remény, tehát ettől nem szoktuk eltiltani a gyerekeket. A cukros üdítők azok nem helyesek, nagyon károsak gyerekkorban az energiaitalok, és a
Én nem szoktam javasolni a gyerekeknek folyamatos vitaminpótlást. És hogyha egy kicsit kitekintünk mondjuk Európában, akkor mi hogy állunk? A tudomány hogyan áll? A magyar gasztroenterológia, vagy gyermekgasztroenterológia? És a gyermekek állapota milyen? Hogyha ha van esetleg összehasonlítási alap, hogy máshol hát, milyenek? Szerintem máshol is vannak hasonló betegek. Erre napra kész információt nem tudok önnek adni, mert most ezzel nem foglalkoztam. De nyilván a többi országban is, ha elmegyünk egy európai vagy egy világkongresszusra, akkor ott is ugyanezek a betegségek fordulnak elő, akár a gyulladásos bőrbetegségekben is, és egyre súlyosabb formája van a fiatalkorban is, egyre súlyosabb betegségek fordulnak elő. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát remélem, hogy tudtunk segíteni a szülőknek, hogy nem megijesszük, hanem hogyha valamit észrevesznek, akkor orvoshoz kell fordulni, és akkor a segítség. Igen, és én mindenkinek azt mondom, hogy először a házi orvosához forduljon, vele beszélje meg a problémáját, és a házi orvos kollégáink nagyon felkészültek, és tudják, hogy mikor és hova kell küldeni a gyereket. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a fűtési szezon veszélyéről esik majd szó. Számítunk figyelmükre, akkor is viszontlátásra.